Újabb szerzeményem, egy Mia Diesel, 4,5 lóerős, egész jó állapotban van. Van, volt azért néhány probléma vele. A főtengelye az jó, a dugattyú az mondhatni újszerű, és még nem is után gyártott. Nem tudom, a videó látszik, ennek próbálom megmutatni. Még benne van a Mia felirat. Dugattyú gyűrűk belepróbáltam a hüvelybe, azt majd egy fényképet mellékelek, teljesen összeérnek. Egyetlen probléma volt vele, itt a hajtókar részénél. Ezt a hajtókar csavart, ezt nagyon, nagyon meghúzták. És hát azt nem tudom, hogy látszik-e a videón, már úgy is készítettem képet is, de itt a menet megnyullott, még itt a tövében látni a menetemelkedés is nagyobb. Ez a csavar, ez laza is volt, valamennyit, mennyire látszik itt a kopás, mozgott a hajtókarba egy keveset. Na, viszont van nekem egy, amit még nem olyan régen a benzinesnek a javításához használtam, ugyan a hajtókar maga gyengébb, mint a dízelé, de úgy tűnik, hogy a hajtókar csavar az egyforma, egyezik. És ez még tökéletes állapotban van, úgyhogy ezt ki fogom cserélni. Hát a másik problémája az annyi volt, hogy nagyon füstölt. Még a porlasztót azt nem vettem ki ugyan a hengerfejből, de olajat nem látom, a hengerfej is száraz, a dugattyú teteje is száraz. Hát valószínűleg olajat nem hord föl, ez gázolaj füst lehet. Hát az így nézhet ki a dugattyú teteje. Ugyan folyt bele némi nemű víz, hát itt megpróbálom úgy belevilágítani, hogy látszódjon. A hüvelynek az alja, hát egy kicsit ki van gödrösödve, hát rozsdás volt. Talán ez nem okoz bokondot, mert indításkor jó kompresszió volt benne. A benzines lendülettel indítva meg sem mozdult, visszaforgott. Úgyhogy ez ember kell, karos, hogy betakárja. Másik, hogy nagyon hektikusan futkozott veszélyes mértékben a fordulatszáma, tehát nagyon fölpörgött, meg utána majdnem megállt. Ennek az volt az oka, hogy ez valószínűleg, legalábbis azt gondolom, hogy egyrészt el is volt rozsdásodva, másrészt el volt kopva a fogasléc, hát volt benne körülbelül 6-10 mm-es vál. Hát én azt most leszabályoztam, úgyhogy most valamivel vékonyabb, most pontosan 11,4 mm az átmérője, és készítettem bronz persejeket a alumínium házba. Az adagoló elem felszerep az mondhatni megint újszerű, tehát az nem sokat ment, az a motor az biztos, összerakása óta. Most teljesen akadálymentesen szabadon mozog a szabályzó része, úgyhogy remélem, hogy a fordulatszám probléma is ezzel megoldódik. Ja, és még egy gondja is volt, erre a kis karocskára valószínű vagy rázsett valami, vagy valamilyen úton, módon megfeszítették, aztán lefelé állt, lógott, azért ilyen járulékos hatásként még plusz feszítette ezt a fogasrészet, aztán megakadt. Aztán, hát ide volt belekoffa egy luk, ezt most én kemény fémmel fölhegesztettem, aztán domborúra elköszörültem, hát valószínű itt sem fog megakadni ezek után, hát majd meglátjuk, hogyha összeraktam, pudin próbálja az evés. Aztán még egy kérdés, a YouTube videókon láttam, nézegettem, hogy itt valamilyen úton, módon, valamilyen gázkar, a gázszabályozási lehetőség volt más motorokon, azt nem tudom, hogy gyári lehet-e, vagy házilagos készítményű, de ez maga ez a szerkezet is biztos, hogy házi.
az anya van ide rávigyeztve, mert hát az nem gyárhegesztés, az biztos, valószínű, ez 1000%. Úgyhogy ide jó lenne valamit ötletelnem, hogy ne csak tájas gáz legyen, hanem ha akarom, akkor le is tudjam venni. Hát az a rugó volt itt rajta. Aztán elkészül, azért majd ki fogom próbálni, hogy a benzines vagy a dízel hajtja jobban az agregátort, mert ugye papíron mindegyik 4,5 ló erős. Bár mondjuk a benzinesnek a dugattyúja az kopottabb, tehát nincs ilyen jó állapotban, ami minden a dízel. De hát majd meglátjuk. Most egyelőre ennyi mára.